A megyében 2011 óta van jelen szervezett formában a szelektív hulladékgyűjtés. Nyíregyházán és a nagyobb városokban kétheti, más településekről havi rendszerességgel viszik el a külön gyűjtött szemetet. Egy évben átlagosan 120 000 tonna vegyes hulladék képződik Szabolcs-Szatmárberekben, ennek tizede csupán 12 000 tonna a kék-sárga kukákban szelektíven gyűjtött szemét. Ennek is azonban csak a felét tudják újrahasznosítani. Van még teendő tehát, az elszállításért a megyében felelős cég ezért aktívabb részvételre, nagyobb együttműködésre kéri a lakosságot. Nem csak azért van erre szükség, mert ez manapság trendi, meg jól hangzik, hogy szelektív gyűjtés, hanem ennek valós környezeti haszna van, illetve vannak olyan vállalásaink az Európai Unió felé is, amelyeket mondjuk 2025-re vagy 2030-ra teljesítenünk kellene. Ezek a vállalások, arányszámok bizony jelentős változást igényelnek a lakosság részéről, vagy a lakosság hozzáállása részéről, hogy teljesíteni tudjuk ezeket a számokat. A különféle Európai Unió statisztikák azt mutatják, van hová fejlődnünk ezen a téren a fenntarthatóság érdekében. Ehhez mindenek előtt szemléletváltásra van szükség. Szelektív hulladékgyűjtésről beszélünk, de akárhogy is abba mindnyájan egyetérthetünk, hogy amikor már szelektív hulladékgyűjtésről beszélünk, az csak a második lépés lehet. Az első lépés az lenne, hogy elkerüljük ennek a hulladéknak a kezelését, tehát olyan tudatosan vásároljunk, használjunk használati tárgyainkat, hogy a lehető legkevesebb hulladék keletkezzen. Ha már ezen az első lépésen vagy szűrőn túl vagyunk, akkor jöhet az, hogy szelektív gyűjtés. Mit is értünk ez alatt például itt a megyénkben, hogy szelektív gyűjtés? Ugye a megye 240 településenként legalább egy szelektív hulladékgyűjtő sziget megtalálható, ezen van papír, műanyag és üveggyűjtésére alkalmas konténer minimálisan. Ezen túlmenően minden családi háznál tudnak ingyenesen 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényt biztosítani. Ezt az önkormányzatnál vagy a társaságnál lehet igényelni.